fajta íjászatot, Magyarországon 40-en, ők 3-an jöttek el, tehát majdnem 10%-át a magyar-japán íjászoknak most megnézhetitek. És két dolgot fognak bemutatni, az első az egy ceremoniális lövészet, ami a heki iskolára jellemző, amiben ők vannak, és utána pedig egy japán harctéri lövészet következik, nem ti vagytok a harctér, ez egy megnyugtató információ, és ez az a típusú lövészet, amivel egymást lőtték az emberek, ma szerencsére már csak sport. És akkor át is adom a terepet, és gyorsan leszaladok a színpadról. Nagy tapsot kérek! Thank you.
kezelési módot fognak bemutatni a kollégák. Az első az az lesz, hogy gyorsan egymás után próbálnak kilőni veszőket. Ezzel tudták gyakorolni hát, a japán előnök azt, hogy hát, hogy nagyon gyorsan tudjanak lőni egymás után, és a második lövés mód az pedig célzottan próbálnak meglőni arra a 36 cm átmérő matónak hívják azt a célt. Azt lehet még elmondani erről az iskoláról, tehát, hogy sámen íjászat, ami azt jelenti, hogy ferdén oldalt, az pedig azért fontos, mert ez a fajta íjászat nem lovas íjászat volt, hanem hát egyszerűen gyalogos íjászat. És ezért volt egyszerűbb úgy felrakni, hogy aztán utána minél gyorsabban lehessen kioldani a vesszőt. 28 méterre lövünk, ez azért fontos, mert ebben a régi harcmodorban körülbelül 28 méter volt az a táv, amikor még le lehetett adni célzott lövést, mert aztán utána két másodpercen belül ott voltak hát az emberek, és aztán utána már legázolták őket. Tehát ezért fontos ez a 28 méter. Most itt természetesen nem tudunk 28 métert lőni, már készen is vannak. Úgyhogy be is fejezem. Ooh!
Thank you.